Jó reggelt kívánok! Kunhalmi Ágnesemmel azt is megbeszéltük, hogy mai névnaposok melyik mesében szerepeltek. Lukrécia névnapja van ma. Sok boldogságot kívánok a Frakban. Ők voltak az egyik macska, és szerénkéjék a másik macska. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Hát volt egy vasárnapi sajtótájékoztató, jó, a szokásos módon kemény hangon ostorozta a kormányzati intézkedéseket oktatásiben ez a szakterülete az MSZP-ben. De hát itt, mintha semmi nem változna, csak az, akkor már menne tovább azon az úton, amit meghirdetett. Lát bármiféle változást jobbra-balra, fölle? Hát azt látom, hogy egyre idegesebbek. Tehát egyre inkább azt látom, hogy az elmúlt két évben a kormányzatnak és a közben az oktatási kormányzatnak sikerült önmagát belesodorni egy olyan helyzetbe, amit gyakorlatilag képtelen lemenedzselni. Tehát itt olyan káoszt okozott, hogy kapkodnak, fogalmuk sincs, hogy mit csináljanak. Jól példázza ez például a röghözkötés esete, hogy az Alkotmánybíróság megsemmisítette. Na de hát már másnap közölték, hogy jó, akkor törvény lesz belőle. Igen, tehát ez a legjellemzőbb, azt hiszem, jól példázza azt az érzéketlenséget az oktatási kormányzatnak, azt az érzéketlenségét, hogy nem figyel oda sem az Alkotmánybíróság egyébként tartalmi kifogásaira, sem a hallgatók, a civilek, a hallgatói szervezeteknek a kifogásaira, mert az, hogy a mi hangunkat, ellenzék hangját semmibe veszi, azt megszoktuk. De hogy az egész ország hangjával nem foglalkozik, az nagy baj. De azt mondja, hogy egyre idegesebbek, ez meg nem azt igazolja. Tehát ha valaki egyre idegesebb, nyilván egyre bizonytalanabb, és egyre inkább hajlamos elgondolkozni azon, hogy amit a másik mond, annak lehet valami alapja. De ezek a döntések, ezek nem azt mutatják. De én azt látom, el kell jönni egy oktatási bizottsági ülésre, hogy hogyan viselkednek a fideszes képviselők, de ha nem is jönnek el, a kedves tévénézők tudják azt, hogy itt a törvényeket, az oktatási törvényeket már módosították, még életbe sem lépnek, és csak a módosítókhoz maga a Fidesz egy rakat majszáz módosítót nyújtott be. Tehát ebből is az látszik, hogy fogalmuk sincs, hogy bizonyos dolgokat például az államosítás területén hogyan oldjanak meg, hogy ki finanszíroz, a feladatköröket hogyan osszák el a fenntartó és az üzemeltető önkormányzat között. Én azt látom, hogy valami olyan káoszt okozott az elmúlt két évben az oktatás területén, de nem csak az oktatás területén, amelynek egyébként az a következménye, hogy nem tudják lemenedzselni a saját maguk által kívánt változtatásokat, és hát az a következménye, hogy itt a gyerekek egyre inkább, most már tizenévesek is azt gondolják, hogy ha anya is azt mondja, hogy nem érzi jól magát az országban, akkor ő is el fog menni, ugyanis az együttes hatásra hívnám fel a figyelmet. Tehát itt azért nem egy röghözkötés miatt indulnak el a fiatalok 20 éve soha nem látott módon külföldre, hanem azért, mert van egy duplájára emelt tandíj, miközben 300 forintért annó behergelték ezt az országot, és mégis a nyakukba zúdították, kivonnak több 10 milliárdot a felsőoktatásból, az, hogy a felvételi tájékoztatót nem időben és pontatlanul hozzák elő, sorolhatnám önnek ezeket, de ennek együttes hatása bizony azzal jár, hogy tizenévesek mondták az EFOT-on, az egyetemisták és főiskolások találkozóján a hétvégén nekem, és sok más politikus társamnak, hogy ez így nem fog menni. Ezt nem találják a helyüket ebben az országban. Ó, ha már szóba hozta az EFOT-ot, jó, hát akkor beszéljünk az EFOT-ról is. Fölkerült az internetre egy jobbikos parlamenti képviselő, hogy Duró Dóra interjúja, amelyet ott adott a helyszínen, és azt mondta, hogy az önök sátra, az MSZP sátra tök üres, ez őt nagy boldogsággal tölti el, mert az övék viszont zsúfolásig van, az bizonyítva, hogy a középiskolások, egyetemistek, főiskolások jelentős része a Jobbikhoz húz, és akár az EFOT-on egy 50%-os arányt is el tud képzelni. Mennyire reális az, hogy ennyire szélsőségesen jobboldaliak? Nem a jobboldaliság a kérdés, hanem a szélsőségesség. Sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy a Jobbik szavazóbázisában a kutatások kimutatták, hogy több mint 20%-a értelmiségi, vagy leendő értelmiségi. Tehát ez a tendencia, ez él. Az 50%-a sok, habár Duró Dórával egy napon voltunk az EFOT-on, sok fénykép van. Találkoztak? Hogyne, hát egymás mellett volt a sátor, az MSZP, LMP és a Jobbikot szépen egymás mellé tették, gyakorlatilag nem választott el bennünket semmi, úgyhogy ha ott zsúfoltság volt, higgyel, náluk is az volt. Közös volt a zsúfoltság. Beszélgetnek egyébként Duró Dórával? Persze. Mi együtt jártunk az egyetemre. Sokat beszélgettünk például koragyermekkori fejlesztésről, hogy hogyan lehet megoldani a halmozott, a hátrányos helyzetű gyermekeknek a nevelését, elkülönítve, integráltan, milyen jó gyakorlatok vannak. És ugyanúgy gondolkodnak róla? Vannak eltérések. A cél ugyanaz. Ugyanaz, hogy megtörni a szegénység spiráját, de azok az eszközök, amelyeket ők javasolnak, én azt hiszem, halmozná a problémákat ebben az országban, és nem megoldaná.
És önök tudják, MSZP, hogy mi lenne a megfelelő eszköz? Hogy ne tudnánk, el is kezdtük ezt az elmúlt idő, az elmúlt években, az elmúlt 10 évben, 15 évben. Az volt mindig az MSZP-nek a legfontosabb oktatáspolitikai célja, hogy az esélyt megteremtse a gyermekeknek, a kora gyermekkori fejlesztés irányába a legnagyobb lépéseket a szocialista kormányok, a szocdem kormányok tettek. A másik jelentős pillére az oktatáspolitikánknak az, hogy az alkalmazkodó képességét erősítsük mind a pedagógusnak, mind az iskolából kijövő gyerekeknek, hogy a piacgazdaságban is élni tudjanak a lehetőségeikkel, hogy megváltoztassuk azt az oktatási rendszert, ami ma még sajnos jelentős részben egy letűnt ipari társadalomra készíti fel a gyerekeket, és nem a modern szolgáltató szektorra épülő társadalomra. Azt hiszem, ez az oktatáspolitika következő 20 éves feladata is. Hát van bőven, például itt van az Alkotmánybíróság határozat, amit már idézett, ez ugye egy kormányrendeletet formai okokra és nem tartalmi okokra hivatkozva helyezett hatályon kívül, és semmisített meg. Erre mondta azt a kormány, hogy akkor beviszi a parlament elé, ott önöknek is, ellenzéki képviselőknek is lesz ez már szavuk. Van az a változat, amiben együtt tudnának működni a kormány ilyen irányú elképzeléseivel? Tehát, hogy megfizettetni, vagy itt tartani? Koncepcionálisan nem értünk egyet azzal, hogy a gyerekeket leláncolják az országba. Egyrészt a 21. század Magyarországán, egy nyitott országban, az Európai Unió kellős közepén, Európa kellős közepén nem lehet lehúzni az ország határon a rolókat, és nem lehet a gyerekeket ide erőszakkal ide kötni. Sokszor elmondtuk, hogy nyilvánvalóan feltételeket kell megteremteni, de ne tűnjön ez üres lózungnak. Mi történt? Egyrészt arról már beszéltem, hogy azért ennek a kormánynak sikerült az elmúlt 2 évben egy nagyon rossz politikával, amely az oktatáspolitikában is minden más területén megjelenik, a káosz teremtéssel elérni azt, hogy már a 10 évesek is el akarnak menni. Ez az egyik állításom. A másik az, hogy az orvosoknak... Ez a káosz miatt van? Ez a káosz miatt van. Nézze, amikor azt érzékeli egy gyerek, hogy az utolsó pillanatban döntenek akkor, amikor be akar lépni a felsőoktatás kapujába, amikor elveszik a lehetőséget, hogy belépjen a felsőoktatás kapujába, akkor, amikor megkérdezi anyukáját, hogy anya, én elmennék, azt mondja, kislányom, menj, mert egyébként egy olyan bérkommandót küldött a vállalatom vezetőinek a nyakára, és nem tudják kigazdálkodni, az egykulcsos adó okozta károkat. Akkor, amikor a munkatörvénykönyvével kiszolgáltatják a szüleiket is, akkor miért maradna itthon egy gyerek, amikor a nagymamától megkérdezi, akit a rokkannyugdíj felülvizsgálaton duplán megaláznak, akkor miért? Akkor miért maradjon az ebben az országban? Effortról jön szinte. Ott ennyire tudatosnak látszottak a fiatalok? Persze, hogy tudatosak. A magyar fiatalok nagyon is tudják, hogy mit szeretnének. Ugyanúgy élik az életüket, mint egy német fiatal, egy dán fiatal, egy amerikai fiatal. Megnézik egyébként, és érzékelik azokat a változásokat, ha nem is egyből tudatosul bennük. De amikor már valaki azon gondolkodik gimnazistaként, hogy körülbelül merre felé tervezi az életét, hogy milyen irányba menjen, akkor igenis körülnéz, hogy milyen lehetőségei vannak, és igenis ezek a fiatalok beszélgetnek egymással leginkább, hogy milyen lehetőségeik vannak. De visszatérve az Alkotmánybíróság döntésére, látszólag egy technikai dolog miatt utasította vissza, de megjelennek az Alkotmánybíróság indoklásában a nagyon súlyos tartalmi kifogások. Én támogatom a HÖOK-nak azt a szándékát, hogy újra az ombudsmanhoz fog fordulni, ha törvényesítik ezt a rendeletet, és ismételten az Alkotmánybíróság elé kerüljön, mert nem lehet a gyerekeket lekötni Magyarországon. Köszönöm, hogy eljött hozzánk ilyen korán reggel. Szép nap. Melegmentes nap. Awesome.